Jó estét kívánok! Nem mondok le, ezt válaszolta az ATV kérdésére Sesták Miklós. Az ellene felhozott offshore vádakat pedig kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozásának nevezte. Sestákot az ellenzék mellett ma már a Magyar Nemzet vezércikk írója is lemondásra szólította fel különféle cégügyei miatt. Reményénk szerint kedves Sándor valami BL döntő vonatkozásában majd valamilyen szinten, nem biztos, hogy abban a pozícióban, ahol én vagyok, vagy mi vagyunk, de majd valamikor fogunk tudni szurkolni, adja Isten, hogy így legyen. Ezt mondta a Puskás stadion átépítéséről szóló sajtótájékoztatón Sesták Miklós, mintha csak a lemondását sejtette volna, amelyre az ellenzéki pártok mellett a Magyar Nemzet mai vezércikke is felszólította. Ebben az áll, hogy a gyanús cégügyek miatt Kóka Jánoshoz, a korábbi SZDSZ-es gazdasági miniszterhez hasonlít, ami a lap szerint a jobb oldalon nem divat. A cikk ezért arra szólítja fel, a miniszter lépjen félre. A Népszabadság ugyanis leközölte azt a céghálót, amely szerint Sesták cégében egy offshore cég tulajdonában álló ciprusi cég is tulajdonos. Emellett a miniszter ügyvédként számos zavaros hátterű cég bejegyzésében vett részt. Ezentúl Sesták Miklós a 2000-es évek elején ügyvédként olyan dokumentumokat jegyzett ellen, amelyekben ő volt az aláíró. Az ügyvédi kamara elnöke Bánáti János szerint etikai vétség történt, de az elévült. Én úgy érzem, hogy ez a kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozása. Így reagált az offshore cégügyekről szóló információkra a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Sesták Miklós azt mondta, elemzi a helyzetet és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ezt a reménytelen próbálkozást most már fejezzék be. Az ATV kérdésére azonban azt mondta, még a Magyar Nemzet cikke miatt sem mond le. Gondolkodik-e rajta, hogy lemond? Erre akkor most megfordítom, eddig azt mondtam, hogy kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozása, most ezt másképp fordítok, a reménytelen emberek kétségbe esett próbálkozása. Nem tervezem a lemondásomat. A miniszter azt mondta, nincs köze ahhoz a Seychelle-szigeteken bejegyzett, ismeretlen hátterű céghez, amivel hírbe hozták. Azzal kapcsolatban pedig, hogy annak a cégnek végzett ügyvédi tevékenységet, amelyben kültag volt, híradónak azt mondta, szerinte ez nem etikátlan. Javasolom, hogy elemezzék a etikai szabályzat ide vonatkozó részét, és ne felejtsék, vagy ne keverjék össze a polgári jogviszonyból eredő szerződéskötési tilalmat a cégjogi tilalommal. Köszönöm. De ezt az ügyvédi kamara elnöke mondta, hogy etikai vétségben is. Még egy mondatot hagyd mondjak egyet, az ügyvédi kamara elnökét tisztelem, becsülöm, de nem fegyelmi megbízott. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez önmagában a vállalatban minden megvan. Köszönöm szépen. Miniszter úr, csak annyit, hogy a Minotax.